2015. december 21-én ültek össze az év utolsó testületi ülésére a képviselők. A rendkívüli ülésen a testület tagjai jóváhagyták a járulékos szervezet megalapítását, amely a Sojden járulékos szervezet név alatt 2016. január 1-től kezdte meg tevékenységét az alapító levél szerint. Továbbá jóváhagyta a szervezeti struktúra és a községi ingó és ingatlan vagyon bérbeadását, annak kezelését és karbantartását. A járulékos szervezet igazgatója 2016. január 1-től Méri Szabolcs. A képviselőtestület jóvá hagyta Pap Tibor főellenőr szakmai álláspontját Szőgyén község 2016-os költségvetésére, valamint a 2017-18-as becsült költségvetésre is, beleértve a községben működő alapiskolák költségvetését. A bevételi és a kiadási oldal 1.496.250 eurót mutat. Víg Gábor polgármester és Blahovics László alpolgármester a Kultúrház bál és színház termében a fűtés modernizációjára tett javaslatot. Az infra mennyezet fűtése esett a választás, több vállalat ajánlatát vették fontolóra a testület tagjai. Az infra mennyezet fűtés kellemes hőérzete mellett további előnyökkel bír a klasszikus, eddig használt fűtésrendszerrel szemben. Egyszerű és gyors kivitelezés mindenképpen előnyös. Nincs szükség hozzá fűtőközpont és csővezetékrendszerre. Nem igényel komolyabb karbantartást, egyenletes hőátadás mellett gyorsan reagál a hőmérséklet változásaira, jól szabályozható. Ezen felül számunkra kétségtelen előnye a takarékoskodás, hiszen egyetlen téli színházi estére egy héten keresztül tart a telem felfűtése, ami körülbelül 700 eurót emészt fel, és a nézőnek nincs komfortérzete. Viszont az inframennyezet fűtéssel pár óra alatt megfelelő hőmérséklet érhető el. A testület jóváhagyta a fűtésrendszer modernizációs szándékát. A polgármester szerint januárban megoldható a fűtés korszerűsítése. A 2016-os költségvetés 10 000 euróval számol a Kultúrház fűtés rekonstrukciójára. Az előrejelzések szerint májusban pályázati kiírás lesz a szennyvíztisztító rendszerek kiépítésére. Az alsó Malomsori utca végére tervezett víztisztító projekt dokumentációja folyamatban van, melynek 50%-át már kifizette a község. A másik 50%-ot a teljesítés után kell kifizetni, tájékoztatta a testület tagjait Víg Gábor polgármester. A pályázat benyújtásához szükséges, hogy testület jóváhagyja a víztisztító és a szennyvizet szállító hálózat kiépítési szándékát. A testület egyhangulag szavazott. Alena Sukhanyová házi orvos javaslatát terjesztette elő Víg Gábor polgármester. A doktornő defibrillátor megvásárlására kérte fel a községet, amely kultúrházban lenne elhelyezve. A műszert értékesítő vállalat kiképezné azokat a személyeket, akik szükség esetén elsősegélyben részesítenék a rászorultakat. A testület tudomásul vette a doktornő javaslatát, de egyelőre nem született döntés az ügyben.